60 éve ez a kis ország azt mondta, hogy elég volt. Így vezette fel az 56-os forradalomról szóló beszélgetést Kovács Csé Tamás képviselő a Polgárok Házában. Az októberi forradalom már korábban kezdődött, fogalmazott dr. Renn Oszkár, aki miskolci egyetemistaként élte át ezeket a napokat. 56 nyarán Pesten voltak gyakorlaton, jártak a Petőfi körbe, azt tapasztalták, valami megindult az országban, és úgy látták, ez demokratizálódáshoz kell, hogy vezessen. Egységesülés keletkezett a szemléletformálódásban, és ez az egységesülés oda vezetett, hogy elkezdtek olyan gondolatokat táplálni, hogy na, hogy miért és hogyan és miként, tehát a kérdéseket fel tudták tenni, és keresték rá a válaszokat. Ősszel demokratikus úton új díszvezetőséget, diákparlamentet választottak, ő is tag lett, mesélte Renn Oszkár. Egerben a munkásság körében nem nagyon jelent meg a forradalmi eszme, inkább az értelmiség volt fogékony rá, így a központ a Lícom volt. Erről már dr. Kozári József történész beszélt. Október elején a fiatalok nagy gyűlést tartottak, leváltották a díszvezetőket, létrehozták a Kossuth kört, mesélte a történész. Október 23-án Egerben létrejött a MEFESZ másodikként az országban. A Lícom tetején lévő vörös csillagot is leszették. Mindenütt jószerével ugyanaz játszódott le. Először az önkényuralmi jelképek eltávolítása, aztán a saját önkormányzat létrehozása, forradalmi bizottság, nemzeti bizottság, forradalmi nemzeti bizottság, forradalmi nemzeti munkástanács és egyebek elnevezésekkel, majd a nemzetőrség, tehát a közbiztonság megszervezése, a nemzetőrség felállítása. Ez történt Egerben is csak fázis késéssel tulajdonképpen, és hát mondjuk az is szerencsés dolog, hogy atrocitásra nem került sor. Dr. Renn Oszkár 2 évet töltött börtönben a forradalom és szabadságharc után. Idén, október 23-án Miskolcért a Szabadságért 56 díjat kapott.